Hári János története Garai János elbeszélő költeménye alapján, Mark Twain, Koldus és Királyfi és Huckleberry Finn kalandjai című művek. Többek között ezekkel a történetekkel találkozhatunk a Kápolnásnyéki Halászkastély kiállító termeiben. Bár Zórád Ernő saját elmondása szerint a képregény műfaját eleinte lenézte, és csak kényszerűségből foglalkozott vele, később felismerte, hogy a képregény az alkalmazott grafika lehető legnehezebb műfaja, aminek egyik legismertebb és legnagyobb hatású hazai képviselőjévé vált. 36 teljes diafilm és több mint 300 képregény született a keze alatt. A mi korosztályunkhoz tartozók azok ezeken a diafilmeken nőttek föl, illetve Zórád Ernő képregényein. A mi szüleink korosztálya is jól ismeri ezeket, hiszen ők vetítették nekünk. A mi gyerekeink is, mert alkalomra elővettük a gyerekkori diafilmjeinket. Tehát igazság szerint sok-sok nemzedéket köt össze ez az anyag. Összesen mintegy 1500 illusztrációt készített a diafilmgyártó számára változatos technikával. Zórád alkalmazta először 1970 körül a kollás technikát, ami védjegyévé vált. A korhangulat megteremtése érdekében metszeteket, fényképrészleteket helyezett el a rajzok között. Egy figyelemfelhívó ez a kiállítás, hogy igenis létezik és van diafilm, egy másfajta kulturális szórakozás, egyébként borzasztó nehéz szakmailag, hiszen nagyon rövid etapokkal, egy-egy kockával kell elmondani történetet, így kell megrajzolni, tehát ez egy óriási dolog volt az adott korban, egy ilyennek az elkészítése. És én azt vélem, hogy ez a kiállítás, amely egyedülálló Magyarországon, nem csak Zórád Ernő munkásságát mutatja be, hanem, és nem csak a diafilmhez kapcsolódó munkásságát, hanem rávilágít arra, hogy milyen nehéz műfaj volt ez, és talán néhányan majd úgy mennek innen haza, hogy előveszik otthon a kis diafilmvetítőgépüket. Zórád Ernőt többnyire ifjúsági regények adaptációjával bízták meg. Számos alkotása több mint 60 év után is forgalomban van.